Dombóvár város önkormányzata közmeghallgatási lehetőséget biztosította a településen élőknek a rendes havi képviselőtestületi ülést megelőzően, ahol a város elmúlt 3 éves történéseiről adott számot a polgármester. Nagyon fontos volt számomra, hogy előhírt tudjak adni, és ebben formában. Sajnálom, hogy kevés érdeklődő volt. Nyilván az, hogy a közmeghallgatás évente egyszer hangot adhatnak véleményüknek, ez ennél azt gondolom, hogy kicsikét árnyaltabban és demokratikusan működik Dombaváron, hiszen kollégáim felviszik nap, mint nap a telefont, minden irodában is fölfogadás van, havi rendszerességgel jegyzőr és jómagban is fogadórát tartunk, tehát azt gondolom, hogy a probléma, hogy eljusson a testület elé, azon nem kell 1 évet várni, hiszen mi megpróbálunk a legrövid időn belül elé állni a problémának és a megoldást megtalálni, és azt gondolom, hogy nyitott füllel járunk a városba is, mindannyian kollégáinkat is beleértve ebbe a történetbe. Ennél számomra sokkal fontosabb volt az a 3 éves számszerűsített beszámoló, hogy mindazok ellenére, hogy rettenetes rossz pénzügyi paraméterekkel vettük át a város vezetését 2019-ben, 500 millió hosszú hitel, 500 millió rövid, ebből 200 millió folyószámla, amit vissza kellett fizetnünk decemberben, 300 millió forint a szállítóink nem voltak kifizetve, leküzdöttük. 2021-22-ben már folyószámla hitelkeretet sem vettünk igénybe, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy 2020 év elején még nagyon nehezen szolgálták ki az önkormányzatot bárhol, ma már bárhonnan, bármikor, bármit elhozhatunk, és teljesen biztosak benne, hogy fizetési határidőre helyt fogunk állni, és az ellenértékét kifizetjük. A település önkormányzata bízik benne, hogy a fenntartható városfejlesztési programban megfogalmazott célok 2021 és 2027 évre vonatkozóan mind megvalósulhatnak majd. Az utóbbi napokban, ha jól sejtem, pozitív híreket kapunk Brüsszelből, és a regionális fejlesztési forrás és az újraépítési alap meg fog jelenni Magyarországon, és tudunk újból építkezni. És én ennek nagyon örülök, hiszen azt hiszem, hogy ez nélkül megáll a fejlődés, amelyet az elmúlt 3 évben Dombaváron megkezdődött. A közmeghallgatást követően 16 napi rendi pont tárgyalása várt a képviselőtestületre. Nagyon fontos volt, hogy Dombár város elfogadta a klímastratégiáját, amely egy keretet szab, nyilván feladatokat határoz meg, időpontokhoz kötve, és a részletes kidolgozása ezzel az elfogadó stratégiával meg is indulhat. Tehát azt gondolom, hogy nagy munkát vettünk a nyakunkba, no, de hát ezért vagyunk, hogy ezt a feladatot is elvégezzük. Nagyon fontos kérdés volt még a közétkeztetéssel kapcsolatos egyeztetésének az eredményéről beszámolnom a testületnek, hiszen a vállalkozó jelezte, hogy a január 1-től indexálni kívánja az árait. Természetesen ezen nem lepődtünk meg, hiszen ugyanúgy piaci szereplő, mint az önkormányzat is, és az energiaválság begyűrűzött ő hozzá is. Miután ő egy 30%-os indexálási kérelemmel állt elő, hosszas egyeztetéseket követően a kompromisszum megszületett 20%-nál, ez az az összeg, amit még teljes biztonsággal tudunk vállalni 2023-ra, és csak szerény mértékkel kell indexálnunk január 1-től a szülőknek is fizetendő törítési díjat. Remélem, hogy ez a lélektani határ mindenki számára még elfogadható lesz és kezelhető lesz, hiszen azt szeretnénk, hogy minél több gyerek részesüljön ebbe a közétkeztetésbe. A képviselőtestület a város helyi esélyegyenlőségi programját is felülvizsgáltatta, valamint elfogadta a közös hivatal működésének beszámolóját is az ülés alkalmával.